A keleti határszakaszhoz közeli Füles településen tartottak akciót a közelmúltban a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési főigazgatóságának munkatársai. A járőrök ellenőriztek egy magyar rendszámú személygépkocsit, ami korábban egy fülesdi házudvaráról hajtott el. A gépjárműből 1000 karton adózás alól elvont cigaretta került elő. Ezt követően a már említett magánház udvarán parkoló személygépkocsikból további 151 karton cigaretta került elő. Újabb információk alapján a településen tovább folytatta a vizsgálatot a hatóság, így történhetett, hogy a cigarettakereső kutya segítségével egy telek garázsában jól álcázott, fal mögötti rejtekhelyről több mint 32 ezer doboz, mintegy 32 millió forint értékű ukrán zárjeggyel ellátott cigaretta került elő. Lefoglaltak 7 darab Mitsubishi tehergépjárművet, az egyik magánházból pedig közel 240 darab éles lőszer is előkerült.